Sziasztok, PC Gulag néző! Csocsó vagyok, és itt ül mellettem Krisz, hogy az új Outlast című remek kis horrorjátékról beszélgessünk. Ugyebár már a lemezen találhattok egy Amnesia, vagy hát inkább Amnesia Machine for Pigs videótesztet, és hát az Outlast ezzel a játékkal együtt jött ki majd, hogy nem napra pontosan gyakorlatilag, és egy igen hasonló programról van szó, csak éppen itt nem egy viktoriánus korabeli élelmiszerüzemben kell kalandoznunk, hanem egy elmegyógyintézetben. Így van, a történet főhőse, Miles Upshart, nem tudom, szerintem direkt szivatnak engem ezekkel a nevekkel. Bocsáss meg, mégis, hogy hívják? Miles, tehát úgy, mint érted, Miles. Értem, Miles. Upshart, tehát ilyen kimondhatatlan nevű szabadúszó újságírót alakítunk, aki kap egy névtelen tippet arra, hogy nézzen utána, hogy mi zajlik a Mount Massive Asylum, tehát egy ilyen elmegyógyintézetnek a falai közt, amit a csúnya gonosz Murkoff vállalat, már eleve a neve is gonosz céget sejtett, szóval ez a Murkoff vállalat irányít, és jó horrorfilmhez, jó horror történethez méltón odabaktatunk, és a sötétben belopakodunk a intézménybe, hogy megtudjuk, hogy mit rejtenek a falai mögött. Oda lopakodunk a sötétben, tehát éjszaka? Igen, ez egy elég abszurd, de hát figyelembe kell venni, hogy egy jó horror történet nem indulhat el, anélkül, hogy ne lennének benne buta főhősök, akik kinyitnak egy könyvet, elolvassák a latin szöveget, vagy kimennek a sötétbe megkeresni az eltűnt barátjukat, hogy vajon mi történt vele, vagy a zombit megkérdezik, hogy mi a baja, uram, segíthetek-e. Na szóval egy ilyen történettel indul valahogy az Outlast, de... ez ne vegye el kedvét senkinek se attól, hogy kipróbálja a játékot, mert ettől függetlenül egy remek kis alkotásról van szó, amit elsősorban azoknak ajánlunk, akik valóban szerették az Amnéziát, ami köztudottan egy ilyen túlélő horror játék, first person nézetből kell játszani itt is, és a játékmenet hát sokban hasonlít is a nagy elődre, fel lehetne itt még emlegetni esetleg a Penumbrát is, amire nagyon hasonlít a játék. Ha már úgyis szóba hoztad az előbb, akkor muszáj vagyok rákérdezni arra, hogy az első vagy a második Amnéziáról beszélünk. Ugyanis az első az egy komoly kalandjáték volt, tele nehéz feladványokkal. Uh-huh. El kellett mászkálnunk a pályán, keresgélni tárgyakat, összerakni, stb. A folytatásban a puzzle elemek viszont enyhén szólva redukálásra kerültek. Az Outlast melyik irányvonalat követi? Inkább a második az Amnesia Machine for Pigs részére hajaz. Egy egyszerű, hát mondhatom, hogy cső FPS, de hát nem FPS, egyszerű szálon végighúzott játéktörténetet kapunk, amiben nem igazán lehet letérni az útvonalakról, vannak ugyan szobák, amikbe bemehetünk, ott megtudhatunk dolgokat, vannak leágazások, de igazából egy egész egyenes út visz minket végig a célig. A logikai feladványokat érintve is hasonló a helyzet, ugye tudjuk, hogy az Amnézia első részében voltak egy kicsit bonyolultabb feladatok is, itt mindössze csak arról van szó, hogy betérünk egy terembe, akkor ott fel kell kapcsolnunk mondjuk két kapcsolót, hogy beinduljon egy gép, és akkor tovább mehetünk. Ezt egyébként elég durván, repetitíven eljátsza velünk a játék, háromszor, négyszer kell ugyanezt megismételnünk, sőt, még a végén még egyszer, hogy el kell indulnunk két lehetséges irányba, felkapcsolni egy kapcsolót, semlegesíteni az ellenfeleket, illetve majd erről egy kicsit később beszélünk, kikerülni az ellenfeleket, és utána visszatérni a főkapcsolóhoz, megnyomni, és így tovább halad a történet. Szóval inkább igen, a másik részhez hasonlít. A horror elemek szempontjából viszont inkább ez az ijesztegetős horror felé hajlik az Outlast. Nem mondom, hogy nincs benne feszültség, bőven akad benne, tehát nagyon sokszor úgy éreztem, hogy én ezt a játékot most abba kell hagynom, ugyanis hogyha nem hagyom abba, biztos, hogy most nagyon rosszakat fogok álmodni az éjszaka, de nagyon sokszor ilyen betol az arcomba valamit, hogy aztán jól megijedjek, módszerekkel operál, amik azért valljuk be, szerintem senki számára nem túl kedves dolgok. Nem úgy, mint az Amnéziában, ott a remek zene és a remek atmoszféra azért kölcsönzött valami feszültséget a játéknak. Itt is van nagyon jó zene, egyébként meg kell egyezni, itt is van nagyon jó atmoszféra, de azért nem nevezném annyira kiváló alkotásnak, mint az Amnéziát. De itt hagyjuk is abba szerintem az Amnéziával való összehasonlítást, ugyanis ez egy teljesen új horror, másik történet, egy másik játék, amire úgy is kell tekinteni. Little pig. Igen, tehát most, hogy az Outlastról már különálló játékként is beszélünk, mi a helyzet mondjuk a harca? Ugye az előbb említetted, hogy el lehet kerülni ellenfeleket, de gondolom megölni nem lehet őket.
nem lehet senkit sem megölni, minden ellenfél halálos veszélyt jelent ránk. Nagyon sokan az intézményben egyébként csak ilyen semleges kis NPC-k ott vannak is, dünnyögnek magukba, verik a falba a fejüket, nézik a statikus zajt a televízióban. Ezekkel nem is kell semmit törődnünk szerencsére, de van nagyon sok, hát mérges úriember is abban a pszichiátrián, és ezek ellen igazából nem tudjuk felvenni a harcot, csak úgy, hogyha elbújunk előlük. Gyakran ez úgy történik, hogy észrevesztek minket, akkor a zene felgyorsul, akkor tudjuk, hogy baj van, el kell kezdenünk visszafele rohangálni, becsapkodni magunk mögött az ajtót, hogy lassítsuk őket, nehogy utolérjenek minket, és keresnünk kell egy ágyat, vagy egy szekrényt, amiben bebújhatunk, akkor utolér minket az ellenfél, rájön, hogy nem talál minket, és akkor szépen lassan visszaindul, és akkor meg kell őket kerülgetnünk, lopakodnunk kell. Talán egyesek számára ez egy kicsit frusztráló lehet, de véleményem szerint ez egy izgalmas részét képezi általában a játéknak, mert teli van feszültséggel ilyenkor is, hogy meg ne találjanak minket. Ha túl későn zárjuk magunkra az ajtót például, látja, hogy bebújunk a szekrénybe az ellenfél, akkor simán kitép minket onnan, és akkor mondanom sem kell, 2-3 ütéssel padlóra küld, aztán jöhet is a checkpoint visszatöltés. Úgyhogy nagyjából ebből áll a játékmenet, hogy futkározunk idegenek elől. Van viszont egy másik sajátosság az Outlastnek, ez a kameránk. Már a játék legelején megkapjuk a kis kézikameránkat, aminek a célja elsősorban az, hogy rögzítsük, illetve dokumentáljuk vele azokat az eseményeket, amiket a intézményben találunk, tehát a feliratokat, a mindenféle bűnesetekre fény derüljön, hiszen végül is egy újságírót alakítunk, akinek a célja az, hogy felfedje, hogy mi zajlik ott a pszichiátrián. Na már most ez a kameránk ez erre való, felvehetünk vele bármit, viszont van egy másodlagos üzemmódja is, hogy úgymond, ugyanis éjjellátó berendezésként is üzemel, és nagyon sokszor nagyon sötét helyszíneken keresztül kell mászkálnunk, amikor jól jön a kamera és a éjjellátó üzemmódján keresztül, viszont teljesen megvilágításba kerül a játék, iszonyú félelmetes lesz. Biztos láttatok már ilyet, ilyen kézikamerás, doku-horror-szerű képsorok tárulnak majd ott elénk, ami egy tényleg egy ilyen elég jó képet fest a monitorunkon. Na szóval ezzel az éjjellátó üzemmóddal így megfűszerezték egy kicsit így a játékot, amit nagyon tényleg izgalmas lesz az egész. Az Outlastról azt egyébként tudni, hogy nem csak PC-re jelenik meg, hanem PlayStation 4-re is, bizony. Ehhez mérten azért az ember elvárja, hogy jól nézzen ki, és én láttam a játékot, még eléggé az elején vagyok, de azt meg kell mondanom, hogy nagyon-nagyon szépnek tűnik végigmarad ez a kicsit rideg, technokrata design, ami igen részletes. Eleinte nagyon féltem attól, hogy mivel a helyszín mindössze csak egy pszichiátria, hogy nem igazán lesz változatos, ami a majd elém terül, de nem erről van szó, változatos a táj, nagyon szép az egész, hát amennyi lehet egy horrorjáték szép, ugyan a falak azért bomlik a tapéta mindenhonnan, és a festék vér mindenütt, úgyhogy, de látványra igazából tényleg semmi panasz nincs, a játék alatt egyébként az Unreal motor dübörög, hasonlóan jó tudok csak mondani a zenéről is, ami klasszisokkal jobb, mint a legtöbb gagyi tini horror, ami mostanában divat, így a filmkészítők között. Úgyhogy akkor összességében elmondhatom róla, hogy tényleg egy nagyon jó tálalást kapunk. Szerintem PS4-en is tökéletesen meg fogja állni a játék a helyét. Látom egyébként így az értékelésednél, hogy igencsak szép kövér 8-assal kezdődik. Viszont, ha jól tudom, a játékkal komoly problémák voltak, amikor megjelent, most érkezett éppként az első nagyobb javítás, de mikor ezt felvesszük éppen, tényleg annyira bugos volt, mint amennyire néhányan állították? Az a helyzet, hogy igen. A játék annyira bugos volt, hogy ez nagyon keményen rányomta a bélyegét a végső ítéletemre, ugyanis nagyon sokszor futottam bele ugyanazokba a bugokba, és nem csak én, hanem olvastam, hogy mások is ugyanebbe a bugba belefutottak. Vizon is belefutott ugyanebbe a saját gépén, úgyhogy nem tudtam igazán elnéző lenni a készítőkkel, ugyanis egy ilyen hibát azért észre kellett volna venniük. Arról van szó ugyanis, hogy az ellenfelek nagyon gyakran, hogyha rájuk csapkodjuk az ajtót, vagy ha menekülünk előlük, így lefagynak. Így megállnak egy helyben, ott, ahol épp utoljára láttak még minket,
és utána simán oda mehetünk melléjük, észre sem vesznek minket, simán ki tudjuk őket kerülni, teljesen rombolja ez az egész illúziót, az, hogy mi egy horror történetben vagyunk, mert hát kergetniük kéne minket továbbra is a ellenfeleknek. Jó, hát ki lehet így kerülni, lehet rövidíteni így a játékidőn, de hát nem túl szép dolog. Szerencsére mondjuk egy bugról van szó, amit nem tudom, pár kódsor átírásával, pár hét munkával valószínűleg ki tudnak küszöbölni a készítők, de azért nem ártott volna egy minőségi kontroll, mielőtt ezt a játékot kiadják. Hogyha elnézzük neki ezt a hiányosságát, akkor bármikor hozzácsaphatunk még 10%-ot egyébként az értékeléshez, mert tényleg egy rendkívül jó horror játékról van szó, ami nagyon nehéz fogást találni igazából. Nagyon jó a hangulat, nagyon jó a grafika, nagyon jó a zene, a horror elemek között a feszültségkeltő elemek és ezek az ijeszgetések, amik így a tini horrorokban vannak, plusz van gore is, tehát elég véres a játék. Ezek itt tökéletes összhangban vannak egymással, megfelelően hosszú a történet, egyébként 4-5 óra alatt letudható. Engem számtalanszor észrevettem magamon, hogy egyszerűen feláll a kezemben a szőrme, annyira féltem például, amikor menekülök kint az intézmény kertjében, és próbálok kijutni, és csak hallom, hogy liheg mögöttem valaki, vaksötét van, és csak a éjjellátó kamerám segítségével látok, egyébként ha azt lekapcsolom, vagy hogy kifogy belőle az elem, akkor ott meg vagyok lőve, mert semmit nem látnék. Úgyhogy nagyon sok olyan rész van benne, amikor tényleg így oda csap a játék. A másik, ami mellette szól, az az ára, ugyanis nem teljes áru programról van szó, mindössze 19 euróért beszerezhető jelenleg a Steam hálózatán. Amit viszont sajnáltam még, hogy nincsenek hozzá achievementek, nem tudom, hogy ez kinek mennyire számít. De ahogy mondottam, az Outlast egy nagyon jó horror játék, nagy kár egyébként, hogy a Amnéziával együtt került kiadásra, ugyanis szerintem eltolhatták volna még egy hónappal bőven itt ezt a kiadást, kiküszöbölték volna a hibákat, és akkor nem egymás elől hapolták volna el a piacot, szerintem nem túl szerencsés időpontban jelent meg, de ha szeretitek az ilyen történeteket, szeretitek a rettegést, akkor szerintem az Outlastben egyáltalán nem fogtok csalatkozni. Videóban bemutatott játék egy Nvidia videókártyán futott.